Tisztelettel köszöntök mindenkit a ma esti webináron. Eredetileg úgy volt, egy 15 perccel ezelőtt szóltak, hogy Szergej Szibirjakov úr, a Skyway Capital igazgató tanácsának tagja is itt lesz a webináron, de ahogy elnézem, még sincs itt, hanem majd csak a 21 órakor kezdődő leader meetingen lesz majd ott. Ha netán mégsem így lesz, akkor az menet közben fog kiderülni. A szervezésért elnézést kérek, nem rajtam múlt. Tehát szokásos szerda és vasárnap esti 20 órakor kezdődő webinárunk címe bevezető előadás. Újaknak témája a Skyway technológia és a Skyway projekt, illetve aktuális információk hangzanak el a projekttel kapcsolatban. Szokás szerint kérdéseket a cseten írásban lehet feltenni, igyekszem rájuk válaszolni. Nem látom még egy Szibirjakov urat, úgyhogy akkor én haladok a saját szokásos tempomba. Először nézzünk néhány aktuális dolgot. Ismételten felhívnám a figyelmet a landing page-ek használatára, melynek elérhetősége a webirodában található. Ezeknek az oldalaknak az a lényege, hogy tömören összefogotta minden alapvető információt tartalmaz a projekttel kapcsolatban. Különböző hivatkozásokon tovább lehet rajta jutni, további információkhoz lehet jutni, vagy pedig el lehet jutni a regisztrációig is. A webirodán keresztüli kiajánlása ennek azért lényeges, mert hozzá van csatolva az adott személynek az ID-je, azaz az azonosító száma, és így amikor a partner, akit megkerestek ezzel az információval, úgy dönt, hogy beregisztrál a Skyway Capital rendszerébe, akkor a szponzornál már a linket átnyújtó leendő szponzor ott van. Ezek elérhetősége a partner kabinettjében, azaz webirodájában a Referral Links gomb alatt található, mely az egyes gomba, vagy egyes felirattal van jelölve. Két különböző landing page van. Igazából a kinézetük, a design az, amiben különbözik, a tartalmuk ugyanaz. Az egyik, a jobb oldali kép föntről a negyedik linken érhető el, a bal oldali kép pedig a legutolsó linken érhető el. A kettes számmal jelölt szövegre, a copy to clipboardra rákattintva ezt a linket kimásolja az úgynevezett vágólapra, és például egy levélnek a szöveg részébe lehet ezt beilleszteni és elküldeni a partnernek, leendő partnernek. Nézzük további aktualitásokat. Igen. Ugye megjelent egy videó report magyar felirattal. Mutatnám a képet. Ennek a feliratnak a szövegét külön fájlban is elhelyeztem a Skyway hírportálon. Nagyon sok aktualitást, információt tartalmaz ez a report. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, vagy nézze meg, kinek melyik a kényelmesebb, mert a felirat nem mindenkinek kényelmes, viszont egy szöveget könnyebb átolvasni, többször el lehet olvasni. A projekt jelenlegi fázisáról, az építkezés fázisáról beszél Junicki úr, beszél a célprojektekről, beszél a finanszírozásról, illetve, hogy én ne is mondjak ki konkrét információt, megnevezi azt az országot, ahol várhatóan elsőként fog megépülni a Skyway rendszer, és ez nem Ausztrália lesz. Megjelent ugye múlt hét végén a negyedik heti hírlevél, itt csak bemutatnám, hogy ezek a rövid kis cikkek olvashatók benne, ez a Skyway Capital hírlevele. Ez is megtalálható a Skyway hírportálon, letölthető, elolvasható, felhasználható. Megjelent a hét elején a Skyway Capital híradó 52. kiadása. Ez az anyag is fönt van a Skyway hírportálon. Ebben a Kommerszánt kiadóház cikkéről van szó. Újévi akciók érvényességének meghosszabbítása, ez ugye a tegnapi nappal lejárt, tehát mától már nem így van. Viszont rögtön előre is ugrok, hogy van egy jelenlegi friss akció. Ezt elméletileg minden
partner megkapta e-mail formájában, ha nem, ez a hivatkozás és ez az anyag is megtalálható a Skyway hírportálon, elérhető, elolvasható. Ausztráliai partnerek híreiről tudósít a híradó. Bocsánat, bele kellett nekem is olvasni. Ugye elkészültek a gazdasági és üzemeltetési paraméterek alapos elemzése, a projekt kockázat elemző MBM cég és az Aureco mérnöki tervező társaság szakemberei által. Az Aurecon cég támogató levelet írt a Skyway Technologies Corporate számára, mely már a harmadik támogató levél, melyet a cég megkap. Korábban a Rothhook és társaitól kaptak, illetve az MBM cégtől hasonló tartalmú levelet. Illetve meg fog kezdődni Ausztráliában a Skyway rendszer engedélyeztetése és műbizonylatokkal történő ellátása, tehát a műszaki engedélyeztetés. Erről tárgyalt Rothhook Ausztráliában a Nemzeti Engedélyező Hatósággal. Ezek a rövid hírek, részletesebben megtekinthető a Skyway Capital magyar nyelvű YouTube csatornáján, illetve ez az anyag megtalálható a Skyway hírportálon is. Felhívnám a figyelmet a Skyway hírportál fájlok menüpontjára. Ez ugye itt található, tehát ha valaki belép, akkor ugye a beszélgetés menüt látja, itt vannak ugye az események felsorolva, a hírfolyam, és van egy ilyen menüpont, hogy fájlok. Itt lehet az általam említett anyagokat megtalálni, letölteni, elolvasni, felhasználni. Sok más minden is található benne, például az e-mail, Skype címek, weblap és YouTube csatornák linkjei, melyen a további anyagok, illetve kapcsolatok érhetők el. Amíg esetleg valaki ezzel nem találkozott, itt találja meg. És röviden talán ennyi lett volna az aktuális hírekről. Megnézem, hogy esetleg itt van-e Szibirjakov úr. Nem látom a résztvevők között, akkor megyünk tovább a szokásos tempónkban. Kicsit rövidebbre vettem, de ezek az aktuális hírek, és ahogy mondom, tehát a Skyway hírportálon ezek az anyagok megtalálhatók, illetve hát a Skyway Capital honlapjának hírek rovatában is magyar nyelven a hírek egy része elolvasható. Ugye a mai webinárunk szokásos anyaga a technológia és a projekt, ezek rövid ismertetése. Ismét elmondom, hogy a cseten keresztül írásos formában lehet kérdéseket föltenni, én igyekszem erre válaszolni. Most egy-két videóval tarkított rövid prezentáció jön a Skyway technológiáról és a Skyway projektről. Utána lehetőség van a kérdésekre választ kapni. Lesz a végén egy rövid kis videó, amely arra szolgál, hogy további időt kapjon mindenki arra, hogy kérdéseket fogalmazzon meg, és utána ismét a kérdések megválaszolásához tudok visszatérni. És akkor vágjunk bele. Azt akarjuk, hogy a világ komfortosabbá, tisztábbá, tágasabbá és biztonságosabbá váljon mindannyiunk számára. Ezek a szavak Anatolij Eduardovics Junickijtól hangzottak el, ki is ő tulajdonképpen. Tudós, feltaláló, a Skyway hurszállítás megalkotója és főkonstruktőre. Két ENSZ projekt vezetője. 140 találmány megalkotója, az építés, a szállítás, a gépipar, az elektronika és a vegyipar területén. Több mint 200 tudományos munka és 18 monográfia szerzője. Ő a Skyway cégcsoport elnöke. Különböző elismerésekkel rendelkezik, többek közt az Összorosz Kiállítási Központ két aranyérmével, két aranyszekérdíjjal az év projektje szállítási ágazatban nominációban, az Orosz Védegy három aranyjelvényével, a Tudomány és a Művészet lovagja kitüntető címmel, és nemzetközi kiállításokon 30 különböző oklevéllel ismerték el munkásságát. A Skyway egy második szintű innovációs szállítási technológia és infrastruktúrája, melyet Anatolij Eduardovics Junickij mérnök fejlesztett ki.
A technológia lényege a földfelszín felett acélkerekeken nagy sebességgel halad a jármű, a feszítő oszlopokhoz rögzített több száz tonna erővel előfeszített, tökéletesen egyenes és hézagmentes pályaszerkezete. A technológia sajátossága a környezet kímélő tulajdonsága, ezért a földfelszín feletti pálya építésének környezetében nem szenved kárt a természetes környezet, a bioszféra és a fauna. A Skyway megkülönböztető jellemzői a biztonságosság, a mindenki számára elérhető használat, a megbízhatóság és a magasfokú megtérülés. A Skyway egy olyan projekt, mely több mint 180 műszaki szakembert és szakértőt egyesít a szállítási innovációk területén. A Skyway előnye, hogy környezetbarát, gazdaságos, biztonságos és integrálható. A Skyway a következő versenyelőnyökkel rendelkezik. Alacsonyabb az építési tőkeköltség, kisebb az üzemeltetési költség, az önköltsége két-háromszor alacsonyabb más rendszerekhez képest, olyan helyekre is ki lehet építeni, ahová eddig a túlzott költségek nem tették lehetővé, a rendszer saját tartószlopai és szerkezete biztosítják, hogy nem kell külön vonalat építeni a villamos energiaellátás, a hírközlés és az adatátvitel számára. A megbízhatóság és a biztonság alkotó részei a következő. A kisiklásgátló rendszer, mely a Skyway Technologies saját fejlesztése. A földfelszín felett történik a közlekedés, ahol más közlekedési eszköz jelenleg nincs. A pályaszerkezet szilárdsága többszörösen túlméretezve le. A pályaszerkezet gondozásmentes, ellenáll az időjárási, klimatikus és mechanikus behatásoknak, és természeti katasztrófák esetén rendkívül stabil. A Skyway technológia innovációs jellege már széles körben ismert mérnöki és technológiai megoldásokon alapul. A Skyway szállítási rendszer minden egyes alkotóeleme önállóan semmiféle rendkívüli jelleggel nem rendelkezik. Az egymáshoz és a rendszerhez történő kapcsolódásuk az, ami a példanélküli szerkezeti és üzemeltetési paramétereket adja. A Skyway technológia alapja az innovatív húrsim. Ennek metszete a baloldali képen látható, részei a következő. A húr, a rögzítőelem, vagy más néven armatúra, a sínház, a töltőanyag és a sík sínfej. A húr acélhúzalokból álló sodronyok, melyeket acélpászmába fognak össze, ezt az armatúrával rögzítik egymáshoz, illetve a sínházhoz, mind függőlegesen, mind vízszintesen, és a belső teret egy töltőanyaggal, speciális betonnal töltik ki, melynek feladata a korrózió megelőzése és megakadályozása, hiszen légmentesen teljesen kitölti a belső teret, valamint különleges adalékanyagok hozzáadásával olyan hullámhosszú rezgések elnyelése, melyek a zajkeltés részei, és ezáltal a zajszint csökkentése. És felül látható a teljesen sík sínfej. Innovatív, hézagmentes, előfeszített, magas vezetésű pálya kerül alkalmazásra. A Skyway magas vezetésű pálya csökkenti a szükséges építőanyag mennyiségét, ezáltal 15-szörösen csökken a költség a hagyományos magas vezetésű pályával szemben. A Skyway saját fejlesztésű acélkereket használ. Ennek előnye a következő. Jelentéktelen érintkezési terhelés lép fel a széles érintkezési felület miatt. Nincs csúszás az érintkezési felületen. Tárcsafék és abbias kerül alkalmazásra, melyek megakadályozzák a kerekek blokkolását, ezáltal a kopásokat. Kicsi a kerékterhelés. Szimmetrikus a sínfejkopás. Kisebb a kerék görödülési ellenállása a keskeny érintkezési felület miatt. Ezeknek mik a jelentősége? A kopásnak elsődlegesen ugye anyagi vonzata van, ezáltal, hogy kisebb a kopás, hosszabb ideig üzemképes marad. Kisebb az üzemeltetési költség, a javítási költség, illetve a kopás a kerék, illetve a sín kapcsolatában zajkeltésnek a forrása, és minél nagyobb a kopás, annál nagyobb zaj keletkezik, tehát ha kicsi a kopás, akkor jóval kisebb a zajszint is. A kisebb gördülés ellenállás pedig arra való, hogy jóval kisebb energia szükséges az eszközök mozgatására, tehát mozgásba hozására, illetve mozgásban tartására. A feszített húrpálya a hőtúlzolások kompenzálásának optimális megoldása. A gerenda előfeszítése biztosítja, hogy még 100 Celsius fokos hőmérséklet különbség esetén is a gerenda hosszanti szálaiban nem jelentkezik kompressziós erő.
A pálya rendkívül egyenletes. A köztes tartószlopok 25-100 méterre vannak egymástól, melyek lehetővé teszik a könnyű szerkezetek alkalmazását. A tartószlop felső részének rögzítése a pályaszerkezethez lehetővé teszi, hogy további 8-szorosan növeljék a teherbírást. A tartószlopokhoz szükséges anyagmennyiséget 8-szorosan lehet csökkenteni, így a költségek csökkenése is hasonló arányt mutat. Az utasok komfortérzete a mozgás egyenletességétől is függ. A hézagmentes, magas vezetésű pálya előnye, hogy egyenletes az áthaladás a tartószlopokon történő áthaladáskor, valamint a tartószlopok egyszerűbb kialakítást igényelnek és anyag takarékosak. Rendkívül jó aerodinamikai értékeket értek el a Skyway gördülő állományával a szélcsatorna tesztekben. Az innovatív Unibus szélcsatorna tesztjének eredménye ez a CX érték 0,75 ezred lett. Hozzávetőlegesen a legfejlettebb alternatív földfelszíni járművek CX értéke 0,2-et éri el. Minél kisebb ez a CX érték, annál jobb az aerodinamikai tulajdonság, annál kisebb ugye a légellenállás. Másik példa a Bugatti Veyron sportautó CX értéke 0,3-0,4. Ez biztosítja egy Skyway jármű meghajtó teljesítményének kb. 600 kW-nyi megtakarítását a legfejlettebb alternatív földfelszíni járművekhez képest. Egy Unibus általi energia megtakarítás gázolajra átszámítva, a 600 kW-nyi energia kb. 22 ezer tonna megtakarítást jelent 25 év alatt. Ez egy árfolyamon átszámítva kb. 20 millió dollár. Ezen a képen az utasszállító Skyway Unibus futóműve látható, annak vázlati rajza, illetve a különböző blokkok, részegységek elhelyezkedése. Ez egy függővasúti változat, ami azt jelenti, hogy a sín felül van, és ezen függve lóg a jármű. Motorinverter, a maga a kerékmotor, a tárcsafék, a kisiklásgátló eszköz, hűtőradiátor, akkumulátor, ezeknek az elhelyezkedése látható, ami ugye a szállító modul felső részében található. Nekünk hétköznapi embereknek így egyszerűen. Különböző vezérlőrendszerek kerültek kialakításra és telepítésre, többek közt elektrooptikai és rádioelektromos megfigyelés rendszere, áramellátó rendszer, funkcionális berendezés vezérlési rendszer, biztonsági rendszer, helyzetmeghatározó és irányító rendszer, adatátviteli rendszer, információs irányító rendszer, forgalomirányítási rendszer és a felhasználói felület, melyet az utasok a modulokon belül használnak. A valós idői vezérlő rendszerek a Unibuszok között 2 másodperces biztonságos időintervallumot biztosítanak. Ezzel az intervallummal egy modul alapvető kapacitásával, 10 fővel számolva, a Skyway szállítási rendszer forgalmi csúcskapacitása elérheti a 360 ezer embert naponta. Ez egy irányban 20 órás üzemidővel van számolva. Kétirányú rendszernél a csúcsforgalmi kapacitása 720 ezer embert is elérheti naponta. A Skyway hatékonysága tovább növelhető azáltal, hogy növeljük a modulok kapacitását, és szerelvényt alakítunk ki a modulokból. A Skyway története 1977-ben kezdődött. Körülbelül 40 évvel ezelőtt Anatoly Junicki mérnöknek olyan ötlete támadt, hogy olyan planetáris szállítási eszközt alkosson, mely képes föld körüli pályára emelni minden egyes alkalommal egyszerre több millió tonna szállítmányt a rakéták felhasználása nélkül. Az ezt követő 10 évben tevékenyen dolgozott a Hoover technológia első nemzedékének kidolgozásán. És nézzük meg egy videón, hogy hogy nyilatkozik erről maga Junicki úr. Az a megoldás, amit javasoltam, az egyetlen lehetséges megoldás kozmosz rakéták nélküli meghódítására. Ez a fizika törvényein alapul, és a lényege nagyon egyszerű. Ezzel igen nagy mennyiségű terhet vagyunk képesek föld körüli pályára juttatni. A centrifugális erő igénybevételével, egy szállítási úttal, akár több millió tonnányi terhet és több milliónyi utast is. Ehhez az egyenlítőn egy gyűrűt kell felépíteni, ami a planetáris szállítóeszköz lesz. A gyűrű belsejében egy speciális vákumcsatornában mágneses felfüggesztéssel mozog egy lineáris motorokkal meghajtott lentkerék a mágneses vasút elve szerint. A gyűrű a benne forgó lentkerék hatására fellépő centrifugális erő hatására megnöveli az átmérőjét,
és felemelkedik a szükséges orbitális pályára. Az ehhez szükséges forgási sebesség 8 km per szekundum. Így lehet földkörüli pályára juttatni korlátlan mennyiségű terhet. Így vagyunk képesek az űr kimeríthetetlen alapanyag, energetikai, térbeli lehetőségeihez hozzájutni. Ezzel megmentjük a Földet az ipari tevékenységek károsító hatásai alól. Az űrben megnyíló új lehetőségek, melyek a Földön nem léteznek, például a súlytalanság a vákumban, a kozmoszban felépülő jövő ipara számára kolosszális lehetőségeket nyitnak meg. Közben megállítanám a videót, ugyanis megérkezett Szergej Szibirjakov úr. Üdvözlöm őt, és egyből át is adnám neki a szót, elnézés előtte váltok bele néhány szót, hogy tisztázzuk a tolmácsolás menetét. Dobrý večer, господин Свиряков, я вас вижу, вам дал роль ведущего, вы можете включить микрофон и присутствовать на нашем вебинаре. Так. Слышно, видно меня, да? Слышно, но не видно вас. Просьба такой порядок установить, что вы говорите пару предложений или смыслов, потом я буду переводить. Да, надо скайп выключить, ага. Разрешите тогда сейчас расскажу всем присутствующим. Tehát bekapcsolódott Szergej Szibirjakov úr, akit tisztelettel köszöntünk, ő a Skyway Capital igazgató tanácsának tagja. Ő fog tartani egy rövid tájékoztatót, illetve esetleg kérdésekre is válaszolni fog. A menete úgy fog történni, hogy ő el fog mondani egy gondolatmenetet, amit utána én majd lefordítok. De a vás уже видно уже. Передаю вам слово. Добрый вечер. Я только закончил вебинары для наших, для российских инвесторов. Поэтому я извиняюсь. Да, я уже снял пиджак, поэтому я Стефан меня неожиданно пригласил, поэтому я уже в такой более домашней одежде дома, потому что у меня здесь очень холодно в моем кабинете. Tehát Szibirjakov úr egy hasonló webinárt fejezett éppen be, mint amit mi is most tartunk Oroszországban az ottani befektetők számára. Elnézést kér az öltözetért, de hirtelen vállalatlanul hívta meg Stefan Bodzsár erre a webinára, úgyhogy már könnyített az öltözetén. Вот, мы сейчас будем вводить такую практику, что там я, Алексей Суходоев, Женя Кудряшов, то есть те, кто входит именно в правление Skyway Capital, мы будем регулярно к вам подсоединяться, чтобы вы задавали вопросы, а мы отвечали на самые такие основные темы, которые сегодня всех интересуют. Szeretnénk egy olyan gyakorlatot kialakítani, hogy a Skyway Capital igazgató tanácsának tagjai, tehát Szergej Szibirjakov úr, Alexei Szuhadojev úr és maga az igazgató Jevgenyi Kudrasov úr be fognak kapcsolódni időről időre a mi webinárunkba, hogy aktuális információkat nyújtsanak és kérdésekre válaszoljanak. И сейчас я сразу извиняюсь, это ну такой экспромт, то есть Стефан попросил меня включиться, а вообще мы планово начинаем с пятницы. В пятницу мы ведем первый такой расширенный вебинар уже для французских партнеров наших, для Франции. Elnézést kér, hogyha esetleg valami nem úgy sikerül, mint ahogy szeretnénk elsőre, ez most egy kísérleti webinár. Pénteken lesz az első tervezett webinár, melyet a francia partnereknek fognak tartani. Да, поэтому сейчас несколько как бы там не то что спонтанно, а несколько так неожиданно. Но ряд вопросов я бы хотел сейчас осветить, те, которые, я думаю, интересуют всех. Kicsit váratlan volt a dolog, de hát ugye nem vagyok felkészületlen. Néhány rövid gondolatot szeretnék önökkel megismertetni, illetve információt. Да, то есть основной вопрос, вот, который мы и слышали в Словакии, вот от наших ну, европейских партнеров и те, которые сейчас задают из Франции, из Германии. То есть, я тогда паузу буду делать, чтобы ну, не напрягать, так сказать. Хорошо.
Tehát a szlovákiai konferencián is elhangzott az a gondolatmenet, mely nagyon sok mindenkit érdekel. Több más országból is hallottuk már ezeket a kérdéseket, melyekről most beszélni szeretnék, és választ adni rájuk. Основной вопрос – это юридическая защищенность инвестиций, то есть мы инвестируем и защищены. И второй вопрос, это, который все задают, это когда технология станет уже очевидной. То есть это те два вопроса, ну, с которых я бы хотел начать. Két nagyon fontos kérdéskört szeretnék egy kicsit átbeszélni. Az első, mint befektetés, illetve befektetőknek a jogi védettsége. A másik pedig maga a projekt, a Skyway projekt, mikor lesz kézzelfogható? С точки зрения реальности проекта и реальности технологии осталось подождать совсем немного времени. Ahhoz, hogy a projekt reálissá, tehát valóssá váljon, már nagyon rövid idő maradt csak, amit meg kell várjunk. 29 ноября мы начали показывать уже первые движущиеся юнибайки, то есть показать, что реально в реализации этот концепт существует. November 29-én történt a Unibike bemutatása, ahol valós élőben be tudtuk mutatni, hogy ez egy működő technika és technológia, melyet meg tudunk valósítani. Но это только очень малая часть того, что мы покажем в ближайшие 4 месяца для всех инвесторов. De ez csak egy nagyon kicsi része annak az összességnek, melyet az elkövetkezendő 4-5 hónapban szeretnénk bemutatni önöknek. Ну, очень, ну, такими сильными, очень большими усилиями это сделано для того, чтобы инвесторы увидели, что технология действительно реализуема и что действительно Unibike по этой транспортной системе может ехать. Только это сделано только для одной цели. Nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy minél előbb realitásába meg tudjuk mutatni a technológiát és a technikát. A Unibike ennek a része, de még nagyon sok minden van előttünk. Но реальную технологию, то, что несет в себе действительно большую капитализацию, мы будем показывать только весной и летом этого года. Viszont a technológia többi alkotó része, ami az alapot is képezi, illetve a lényegét, az elkövetkezendő hónapokban kerül majd bemutatásra. И это действительно будут очень многие революционные решения, которые перевернут вообще представление о транспорте. Ezek forradalmi megoldások, melyek a szállítás világát fel fogják forgatni. Приведу такой пример. Egy példát mondanék. Когда в Берлине на выставке Inatrans мы показали возможности наших машин, то есть Unibike и Unibus, для вице-президента корпорации Siemens. Берлинben az Inatrans kiállításon, amikor megmutattuk a Unibike és a Unibus lehetőségeit, illetve képességeit, a Siemens alelnök helyettes a következőket mondta. Он был настолько поражен и не поверил в то, что мы ему сказали. Teljesen lenyűgözte, hihetetlennek tartotta ezeket az elért eredményeket. Он сказал, что пока не увидит своими глазами, он будет считать, что мы его обманываем с точки зрения именно технических возможностей Skyway. Azt mondta, hogy amíg saját szemével nem fog meggyőződni ennek működő képességéről, addig ő úgy fogja tartani, hogy az óránál vezették, mert nem tudja elhinni ezeket a technikai lehetőségeket. И мы его пригласили в мае на Марину Горку в Белоруссию. Májusban meghívtuk Marina Gorkába az Ecotechnoparkba. И его поразило то, что мы предполагаем показать пролеты 200 и 400 метров без промежуточных опор для Unibike и Unibus. És a számára az egyik leghihetetlenebb technológiai megoldás az oszlop között távolság, amely 2-400 métert is alkothat. Ez fizikailag egyelőre megoldatlan a szállítások világában. Потому что, ну, для него сама постановка задачи, что Unibus может двигаться пролетами 400,
Мы ему сказали, что мы проектируем сейчас и 800, и километр один пролет. Tehát ezt a technológia lehetővé teszi, hogy ezt az oszlop köztávolságot megnöveljék akár 800 ezer méterre, és ez számára teljesen hihetetlen volt. Ну и особенно технически для него было ну просто абсолютно непонятным, каким образом мы говорим, что с точки зрения потребления бензина или нефти наш Юнибус и Юнибайк вообще будет независимой от нефти и газа, ну то есть от энергии углеводородов. Понятно, да, Чап, так сказать, как бы? Да. Если есть какие-то вопросы, надо ну, корректировать меня, потому что я тогда буду это, подстраиваться. Tehát az alelnök helyettesnek a műszaki megvalósítása volt ez elképzelhetetlen, illetve még az a gondolat, melyet elmondtak neki, hogy a Skyway rendszer üzemeléséhez nem kell semmiféle szénhidrogén származék, tehát sem kőolaj, sem földgáz, semmi ilyesmi, hiszen saját maga fogja a rendszer előállítani ezt az energiát. Для них, ну, скажем так, для наших западных таких крупных корпораций особенно звучит, ну, скажем так, непонятно, когда мы говорим, что пробки можно убрать из городов, когда все фуры можно убрать с дорог. И технология Skyway сегодня с возобновляемой энергией готова решить все эти вопросы. És a nyugati cégek számára teljesen elképzelhetetlen az, hogy a dugókat, a forgalmi dugókat meg tudják ezzel a technológiával szüntetni, a teherszállítást át lehet erre helyezni, ezért a teherautók el fognak tűnni az utakról, és a saját megújuló energiaforrásokból történő energiaellátás így összességében számukra elképzelhetetlen. Это для многих сегодня звучит фантастически. Ez ma még inkább a jövő kérdése, mint a valóság. На что у нас ответ один. Приезжайте, и вы это увидите. Erre nekünk egy a válaszunk, jöjjenek el, győződjenek meg a saját szemükkel. И начиная с 29 ноября, нам действительно есть что показать. Мы постоянно каждый сегодня там день делаем что-то новое, что становится более интересно с точки зрения демонстрации. November 29-e óta megvan az a lehetőségünk, hogy élőben, működés közben tudjuk bemutatni az elért technológiai és technikai eredményeket. Ténylegesen napról napra egyre több mindent tudunk majd bemutatni. И в июне месяце, то есть ориентировочно 17 июня, основные моменты, они всем станут очевидны. És várhatóan június 16. 16-a kör, tehát június 16-a környékén ekkora tervezik ugye az Ecofest fesztivált, ez mindenki számára saját szemmel meggyőződhető eredmény lesz, tehát mindenki saját maga tud erről majd meggyőződni. И мы сейчас отстроили такую систему доведения информации, которая постоянно подтверждается тем, что показывается в Мариной Горке в Экотехнопарке. És kidolgoztunk egy olyan információs tájékoztató rendszert, mely az elért eredményeket szinte azonnal bemutatja, ezzel is bebizonyítva, megmutatva az általunk elért eredményeket. И как подтверждение этих слов, это постоянный сейчас интерес с точки зрения заказчиков к технологии. Ez a forma, illetve ez a lehetőség a leendő potenciális megrendelők számára rendkívül fontos, és egyre nagyobb kedvet, illetve érdeklődést ébreszt fel bennük. Ну, вы, наверное, уже слышали, я просто еще раз акцентирую на этом внимание, что у нас идут постоянные переговоры, и господин Юницкий уже три раза летал в Индию, и прилетала делегация Индии к нам в Экотехнопарк, для того, чтобы уже конкретные проекты сверхприбыльные рассматривать в Индии. És mint ahogy önök is biztos tájékozottak már róla, folyamatos tárgyalásokat folytatunk Indiával. Junicki úr személyesen háromszor volt Indiában, indiai delegáció volt az Ekotechnoparkban, illetve Minskben a tervező irodában, és ez a projekt rendkívüli haszonnal kecsegtet. В Индии сейчас рассматривается уже 17
конкретных проектов просто, скажем так, сверхприбыльностью по нашим меркам. A mai állapot szerint 17 célprojekt van előkészítés alatt Indiában, melyek összességében elképzelhetetlen nagy hasznot fognak hozni a cégnek. Ну, достаточно сказать, что несколько проектов, я назову несколько проектов, то есть без конкретной цифры, каждый из которых это миллион пассажиров в сутки. Ezek közül a projektek közül több is olyan műszaki, illetve forgalmi kapacitással fognak rendelkezni, ahol naponta akár 1 millió vagy ennél is több embert kell majd az adott szakaszon fuvarozni. Причем еще раз акцентирую внимание, что эти переговоры идут тогда, когда в Марьиной Горке еще не работает прототип. То есть мы только показываем, что он изготавливается. То есть он еще монтируется. Понятно, да, мысль, какую я сказал? Да. És itt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy úgy folynak ezek a tárgyalások és haladnak előre, hogy gyakorlatilag a prototípusok még nincsenek bemutatva az Ecotechnoparkban, tehát fizikailag még nem látható, de a tárgyalások már rendkívül előre haladottak. На следующей неделе в Экотехнопарк прилетает делегация Арабских Эмиратов во главе с одним из членов королевской семьи. Jövő héten az Egyesült Arab Emirátusokból fog delegáció érkezni Minskbe, illetve az Ecotechnoparkban a delegáció tagja lesz a királyi család egyik tagja is. В конце февраля уже с участием Франциска Солара, вот то, что на последнем вот мы сейчас отрабатывали конференции, прилетает делегация еще 4 арабских стран по тому, чтобы рассмотреть возможность применения Skyway в своих странах. Február végén František Szoláról a közleműködésének köszönhetően 4 másik arab országból fognak delegációk érkezni, hogy személyesen meggyőződjenek az eredményekről. Я это рассказываю для того, чтобы показать как иллюстрацию, что интерес к технологии очень огромен. Все хотят увидеть действующие уже прототипы. Ezzel arra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy rendkívül nagy az érdeklődés, és mindenki személyesen szeretne meggyőződni a prototípusokról, illetve a lehetőségekről. И мы готовим сейчас таким образом, чтобы к концу мая, начало июня основные элементы технологии у нас были готовы. És úgy igyekezünk megvalósítani, hogy május végére, június elejére az alapvető összetevő elemek már készen legyenek és bemutatásra készen álljanak. И это будет обязательно сделано, потому что план расписан, финансирование у нас сейчас идет достаточное для того, чтобы все, о чем мы сейчас говорим, мы в конце мая, начале июня могли показать. A terveket tartjuk, tehát előre kidolgozott tervünk van erre, a finanszírozás elégséges ahhoz, hogy ezeket a terveket konkrétan megvalósítsuk. Поэтому для партнеров, которых мы сейчас зовем в проект, мы говорим, что сегодня самое выгодное и самое интересное время, когда можно входить в проект. С одной стороны, мы уже изготавливаем и у нас есть заказчики, с другой стороны, еще это не очевидно и сюда не стоит очередь к тому, чтобы принести инвестиции. És arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy a projekt jelenleg olyan szakaszában van, amelyik az egyik legérdekesebb szakasz, amikor már leendő megrendelők vannak, de még nem áll sorba senki azért, hogy bejusson ebbe a cégbe, ebbe a rendszerbe. Tehát most van lehetőség úgy bekapcsolódni, hogy rendkívül előnyös pozíciót szerezzen valaki. И мы максимально сейчас отстраиваем вот с участием Стефана. Мы сейчас уже привлекаем юристов, которые делают юридическое обоснование, понятное вам, для того, чтобы это устраивало инвесторов, которых вы уже привлекаете. És nagyon sokat dolgozunk azon, főleg Stefan segítségével, hogy a jogi hátterét is, a biztonságot, illetve a megfelelőséget biztosítani tudjuk, melyek alapján önök további partnereket tudnak bevonni. Вот. Мы признаем, что юридическая и финансовая схема на данный момент не идеальная. Elismerjük azt, hogy a jogi és a finanszírozási schéma nem a legmegfelelőbb, de dolgozunk rajta.
У нас действительно очень много проблем в связи с тем, что мы используем сетевой маркетинг, MLM-маркетинг. Elég sok probléma merült föl abból, hogy az MLM rendszert használjuk a tőke bevonásra. Нас нисколько это не смущает. De ez nem zavar minket. Мы подстраиваем и выстраиваем механизм такой, чтобы он, ну, скажем так, чтобы он был рабочим, и вы могли пользоваться им каждый в своей стране, вот, конкретно у вас. És próbáljuk ezt úgy igazítani, egyeztetni, hogy ez mindenki számára, minden országban megfelelő legyen, és tudjanak ezzel dolgozni. Вот буквально сегодня мы подключили карты Visa MasterCard, которыми можно оплачивать. Из любой точки мира. Майнап фойемен sikerült megvalósítani a MasterCard bekapcsolását a pénzügyi forgalomba. Да. Мы сталкиваемся с тем, что есть большие комиссии банков и посредников, которые проводят платежи. Это тоже проблема. Látjuk mi is, illetve mások is tapasztalják, hogy a bankok és a bankon keresztül történő pénzügyi forgalom nagy kezelési költségekkel jár. Но все эти вопросы мы готовы решать, вплоть до того, что эти проценты брать на себя. És mindent megteszünk azért, hogy ezt a kérdést minél kedvezőbben oldjuk meg, és minél nagyobb terhet magunkra vonjunk. Поэтому у нас налажена система, когда Франтишек Солар, когда Стефан, собирая эти проблемы, доносит до нас, и мы находим решение этих проблем совместно. És nagyon jó együttműködést kíván az, hogy František Szolára, Stefán Bodzsára együttműködve ők hozzák ezeket a kérdéseket, ezeket a problémákat, és közösen találjuk rá meg a megoldást. Что касается именно проектно и производственно, то, что находится в Белоруссии и непосредственно, где производятся сами машины. A tervezési és a projekt folyamatokat tekintve, melyek ugye Belorussziában vannak jelenleg. То буквально на прошлой неделе закончено оформление сделки по переходу в нашу собственность всех производственных площадей, которые позволяют выпускать тысячи машин в год. A múlt héten lett jogilag lezárva az a kérdés, hogy a Skyway tulajdonába kerüljön át az a termelési háttér, amely ezres nagyságrendű Unibus előállítást teszi lehetővé. То есть у нас сегодня работающие очень мощные конструкторские мощности, то есть то, что может проектировать. У нас сегодня достаточные мощности, чтобы обеспечить все адресные проекты уже непосредственно путевой структурой и машинами, поэтому мы абсолютно готовы к тому, чтобы запускать очень, ну, довольно-таки крупные первые адресные проекты. Kiváló lehetőségeink vannak a tervezőiroda szintjén, nagyon jó lehetőségeink vannak most már a termelésben, a megfelelő eszközök mennyiségi előállításában, tehát minden lehetőség adott ahhoz, hogy a célprojekteket kielégítsük. То есть это те основные вопросы, которые сейчас нам задают инвесторы, которые входят в технологию, которым надо понять первое ее реальность, второе реальность исполнения, кто это может сделать, и третье, что есть механизм, который будет приносить прибыль. Ezek azok a kérdések, melyek mindig foglalkoztatják a befektetőket, tehát a realitás, hogy megvalósítható ez, a háttér, a biztonság, illetve a termelés megléte. És a kellő kapacitások. На сегодня можно четко сказать, ответы на все эти вопросы у нас есть. Nyugodtan kijelenthetem a mai nappal, hogy ezekre a kérdésekre mind konkrét választ adtunk. И как иллюстрацию я могу сказать, что каждую неделю прилетают делегации, каждую неделю, и даже не по одной, а по несколько, которые смотрят, убеждаются и своими глазами видят возможности Skyway. És csak azzal tudom alátámasztani ezt a továbbiakban is, hogy hetente érkeznek delegációk, személyesen meggyőződni a technológiáról, sőt hetente nem csak egy, hanem akár több delegáció is, akik saját szemükkel látva biztossá válnak ebben a technológiában. Поэтому
Сразу отвечая на тот вопрос, что если есть крупный инвестор и он хочет своими глазами увидеть, сразу говорю, да, давайте договариваться и привозить его в Марьину Горку для того, чтобы показать все своими глазами. Чтобы он увидел все своими глазами. És ahhoz, hogy egy nagy befektetőt be lehessen vonni, ugye általában az a feladat, hogy akkor mutassák meg, meg tudjuk mutatni, hívják el, és az Ekotechnoparkban saját szemével tud meggyőződni ennek az létezéséről és élőképességéről. Ну, скажем так, для первого раза я думаю, что это наиболее такие сейчас важные вопросы или аспекты, которые, ну так, надо знать, кто входит или кто следит за проектом. А если есть специальные вопросы, давайте задавайте, я готов отвечать. Úgy gondolom, ezek azok az elsődleges információk, melyekre mindenkinek szüksége van, aki befektetőként bent van a rendszerbe, vagy érdeklődik iránta. Így első alkalommal ennyi lenne röviden. Amennyiben van más speciális vagy egyéb kérdésük, akkor nyugodtan tegyék fel. Так, ну как, Себастьян, как мы дальше будем определяться? Ждать вопросов или, в принципе, для первого раза, я думаю, достаточно, а в следующий раз, если будут вопросы, то я прям с них начну. Как лучше? Я так предлагаю, что на данный момент, на сегодня этого хватит, это надо еще всем пережевывать и собирать информацию, и потом мы вопросы поставим. Да, я думаю, что мы это вот такое общение будем переводить теперь, ну, как бы систематически, вот, потому что мы теперь договорились, что мы постоянно будем к вам включаться, и я, и Алексей, там, если будут вопросы по финансам, и вопрос схеме, там, Женя Кудряшов там или Володя Маслов, и мы постоянно будем, чтобы у вас не было никаких вопросов и не было никакого информационного вакуума, чтобы все, что вам надо, мы все будем отвечать, доводить, делать и прям в любое время дня и ночи. Úgy gondolom, akkor a mai napra így első alkalommal ennyi lenne. Megegyeztünk abban, hogy a kérdéseket összegyűjtjük, és a következő ilyen alkalommal rögtön a kérdésekkel fogjuk kezdeni. Az elkövetkezendő webinárokon, tehát, mint ahogy mondta Szibirjakov úr, az igazgató tanács tagjai fognak részt venni, vagy ő, vagy pedig valaki más, és a kérdés felmerülő kérdésekre válaszokat fognak adni. Спасибо вам огромное. Ну все, Себастьян, давайте тогда отвечать, делать, давайте, чтобы, так сказать, это только вперед и только развиваясь. У нас у всех настроение прям, я могу сказать, самое боевое. Потому что развивается все, ну, очень активно, очень активно. Úgy gondolom, mindenkinek jó a hangulata, remélem ezekkel az információkkal ezt a hangulatot csak emelni tudtam. Ha kérdések vannak, kérem, gyűjtsék össze, adják át, és a legközelebbi alkalom ezekre válaszolunk. Addig is kiváló hangulatot és szép estét kívánok mindenkinek. Ну все, тогда счастливо всем. Давайте до новых встреч. Эх, Стефан, Стефан, не вспомни я сейчас, как по-венгерски «Строй Skyway, спасай планету». Забыл, забыл, честно могу сказать. Építsd a Skyway, menj meg a bolygót. Точно, точно, все, давайте. «Строй Skyway, спасай планету». Всего доброго. Спасибо, до свидания, до встречи. Köszönjük szépen Szergej Szibirjakov úrnak, hát ennyi lett volna a mai tájékoztató. Reméljük, sok hasznos dolgot hallott mindenki, illetve sok olyan kérdésben sikerült meggyőző választ kapni, mely esetleg eddig kétkedést okozott. Felhívom mindenkinek a figyelmét arra, beírok egy e-mail címet. Ez a skyway.hungary@gmail.com. Most megjelent a chatben, erre az e-mail címre várjuk a kérdéseket, melyeket összegyűjtünk, és a következő ilyen webináron az igazgató tanács tagjának, aki részt fog venni a webinárunkon, föl fogunk tenni, előtte persze tájékoztatjuk, hogy legyen egy kis ideje felkészülni. Hát ennyi lett volna már ez a rendhagyó, rendkívüli webinár, amely, mint ahogy Szibirjakov úr mondta, a későbbiekben rendszeressé fog válni, ahol a Skyway Capital igazgató tanácsa aktuális információkat fognak közvetlenül személyesen átadni, illetve felmerülő kérdésekre választ fognak adni. Én ezzel a mai webinárt ezzel be is zárnám, mivel 9 órakor kezdődik a Leader Meeting,
hogy még legyen idő átkapcsolódni, illetve aki ott abban érdekelt, részt tudjon venni. Esetleg, ha valakinek valamilyen kérdése van, tegye föl nyugodtan, én még itt maradok egy darabig, és igyekszem rá válaszolni. Addig is egy videót elindítok, de csak azért, hogy valami legyen a háttérben. Egy kérdés érkezett, így szól a kérdés, mi a helyzet az USA-ban élőkkel, akik szeretnének befizetni, és nem kis összegekkel. A mai hírlevélben az áll minden országban és minden városban. Ez megfelel a valóságnak, vagy téves információ? Erre a kérdésre nem tudok választ adni. A 9 órakor kezdődő líder találkozón ez a kérdés biztos, hogy megvitatásra fog kerülni. Én személyesen garantálom, hogy tolmácsolom, és a Skyway hírportálon keresztül mindenféleképpen választ fogunk adni erre a kérdésre. Annyit tudok, hogy a Skyway Capital mindent megtesz annak a érdekében, hogy minél szélesebb körben és minél több országban tudják ezt biztosítani. Volt egy korábbi olyan javaslat, hogy nemzetiségként ne a sajátját, tehát nem azt az országot tünteti fel, ahol él. Erre nem tudok konkrét választ adni, mert ugyebár a postacímnél, illetve hát az utalásnál azért ennek van szerepe. Igyekszem írásos formában erre valahogy választ adni. Amennyiben, hogyha nincs több kérdés, akkor várjuk a kérdéseket a skyway.hungary@gmail.com e-mail címre. A chatben egy kicsivel följebb megtalálható, és igyekszünk írásos formában, esetleg egy webináron ezekre választ adni. Köszönöm a mai részvételt, a mai figyelmet, és szép estét kívánok mindenkinek!